Isten hozta Londonban, az Egyesült Királyság fővárosában, a modern parlament szülővárosában és a leghíresebb királyi család otthonában. Is érkezzenek, élményszámba megy a kora reggeli London képe. Gyönyörű, mikor az első napsugarak áttörik a felhőket, és bizarr fénybe öltöztetik a várost. A tejet még napjainkban is házhoz szállítják. És ilyenkor indulnak a csinos egyenruhába öltöztetett gyerekek is az iskolába. Közben a város még álmosan dörzsölgeti a szemeit, Doverben már kikötöttek az első hajók, amelyek turisták százait hozták magukkal, akik alig várják, hogy felfedezhessék London nevezetességeit. A reggelit kár lenne kihagyni. Természetesen a hamisítatlan angol reggelire gondolunk, a Hemendexre és egy csésze tejára. Csak néhány napra érkeznek, esetleg egy hosszú hétvégére, akkor természetesen legpraktikusabb repülővel utazni. A Heathrow nemzetközi repülőtérnél nincs forgalmasabb a világon. Évente több mint 35 millió utas fordul meg itt. A repülőtéren sok hatalmas terminál található, mégsem okoz gondot az eligazodás. London központja 15 kilométernyire van. Ha kedvük van egy emeletes busz tetejéről élvezni az utazást, akkor szálljanak fel a 15 percenként induló reptéri járatra. Fizetni bármilyen valutában lehet. A taxi elég drága, körülbelül 50 font a központig, ezért a legtöbben metróval mennek. A Tube-nak sok előnye van. Nem zavarják a forgalmi dugók, és nagyon olcsó. Egy jegy a városközpontig 3 fontba kerül. Ha a jegyet 9 óra 30 után váltják meg, ugyanezért az árért egész nap busszal is utazhatnak. Gatwick London másik nemzetközi repülőtere. Ha ide érkeznének, az a legegyszerűbb megoldás, ha vonattal mennek a Victoria pályaudvarig. A vonat közvetlen a reptérről indul, a menetidő körülbelül fél óra. A Victoria pályaudvaron kapott helyet a 4 legnagyobb információs központ. Itt mindenben segítenek, többek között a szálláskeresésben is. Akinek bírja a pénztárcája, az alhat a gyönyörű luxus hotelek egyikében, a Waldorfban, vagy a Savoyban. Mi lehet kellemesebb, mint egy reggeli teja az 5 csillagos szállodák egyikében? Business szállodák a turisták számára is érdekesek lehetnek. Mikor hétvégére hazamennek az itt lakó üzletemberek, viszonylag alacsony áron vehetik birtokba a szobákat az ide látogató kirándulók. De azért nem árt az elővigyázatosság. A kisebb szállodák aránytalanul drágák, különösen párokra, illetve családokra utaznak. A panaszok 90%-a a szállodák miatt érkezik az utazási irodákhoz. Legokosabb módja a kellemetlenségek elkerülésének, ha előre foglalnak szállást valamelyik ifjúsági szállóban.
Londonban sok ilyen van, de sajnos csak a külső kerületekben. Tulajdonképpen mekkora is London? A metró központi vonala több mint 70 kilométer hosszú. Londonban több mint 70 millió ember lakik. A legfontosabb kerületek a Temzétől északra helyezkednek el. A központban van a banknegyed, a Westminster, a parlament és a királyi rezidencia. Kijebb található a West End, a vásárló negyed és az éjszakai negyed. Londont minden reggel fenyegeti a szétdurranás veszélye. Több mint 1 millió ember kel fel és veszi útját a belső kerületek felé. Miközben a kereskedők már túl vannak a reggeli csúcson, a hivatalnokok serege még épp csak, hogy elindult otthonról. Elapadhatatlannak látszik a metróból kiáramló embertömeg. Kilométeres autósorok zárják le a főbb utcák forgalmát. Senkinek sincs ideje a másikra. Kezdődik egy londoni munkanap. Fél tíz körül már mindenki elérte a munkahelyét. Ekkor nyitnak a bankok. Eljött a legjobb idő a pénzváltásra. Mióta 1971-ben a pénzforgalomban is bevezették a tízes számrendszert, könnyű eligazodni az angol pénzek között. A leggyakoribb bankjegyek az 50-es, a 20-as, a 10-es és az 5-ös. A legtöbbet érő fémpénz az 1 fontos, váltója a penny. A legkisebb az 1 pennis érme. Ha nem felejtették otthon a bankkártyájukat, akkor a legegyszerűbb pénzautomatánál fonthoz jutni. Bár a bankok szívesen váltanak bármilyen pénzt, sajnos nagyon megkérik az árát. Mindig ellenőrizzék, hogy milyen árfolyamon mekkora kezelési költséget felszámítva váltottak. Ha lehet, kerüljék a magánkézben lévő pénzváltókat, a Bureau de Change-eket. Nagyon rossz árfolyamon, hatalmas kezelési költséggel dolgoznak. Így lehet elkölteni a legkönnyebben a pénzt, amit tulajdonképpen készhez sem kapnak. Megéri befizetni egy szervezett buszos városnéző túrára. Így a legkönnyebb kiválasztani, hogy a későbbiekben mit tekintenek majd meg. Hatalmas a kínálat, még rock'n'roll túrára is be lehet fizetni. Ha süt a nap, akkor az utazás alatt remekül lehet napozni a nyitott buszok tetején. Minden fontosabb látnivalót útba ejtenek, így közelebbről is megismerhetjük ezt a hatalmas várost. Szinte minden sarkon valami érdekességre bukkanhatunk. London egyik legnagyobb benyomást keltő épülete a Szent Pál katedrális, amely 1666-ban a nagy tűzvész után nyerte el mai formáját. Tervezője Sir Christopher Brandon is itt lelt végső nyugalomra. A sír felirata minden álszerénységet mellőzve egyszerűen így hangzik. Ha egy igazi emlékművet szeretnél látni, akkor nézz körül. Az egész világ megismerhette a katedrális szépségét, amikor Lady Diana és Charles herceg pompás esküvőjét követte nyomon a televízióban. De a Szent Pál már korábban is ismert volt építészeti különlegességeiről, például a 111 méter magas kupoláról, amely a római Szent Péter székesegyház után a második legmagasabb a világon. A déli kereszthajóban találjuk Nelson admirális emlékművét. De az igazi ismert zarándokhely az a Trafalgar Square-en lévő 55 méter magas Nelson oszlop. A tér a Trafalgar-foki csatáról kapta a nevét, amikor is a brit flotta Nelson admirális vezetésével legyőzte a spanyol-francia hadsereget.
Nelson haragja azóta megenyhült, már a galambok sem tartanak tőle. A látogatók mégis szívesen üdvözlik a büszkén álló, tiszteletre méltó hadvezért. Trafalgar térről délre vesszük utunkat, nem sokára megpillantjuk a Whitehall-t, a királyi lovasság kaszárnyáját. A napi őrségváltást minden turista szívesen örökíti meg magának. Nem messze találjuk a híres Downing Street 10-es számú házat, a miniszterelnöki rezidenciát. A 11-es szám alatt pedig a mindenkori pénzügyminiszter lakik. A kíváncsi pillantások ellen senkinek nincs kifogása, de ha túl közel merészkednénk, két szigorú Bobby az utunkat állja. A Big Ben árnyékában áll a Downing Street 10 egyik híres lakója, Winston Churchill. A legendás politikus bronzszobrától pár lépés csak a parlament épülete. A parlament mindkét kamarája, az alsó és a felső ház is nyitott, látogatható. Két galériáról lehet nyomon követni, hogy hogyan döntenek a honatyák az ország sorsáról. A Westminster palotát 1852-ben egy hatalmas tűzvész után, ami szinte a földdel tette egyenlővé az épületet, teljesen újjáépítették. Gyönyörűen helyreállították ezt a neogótikus építményt. Igazán méltóvá vált a nagy-britanniai parlament hosszú történetéhez. A különböző szobrok különböző korok emlékeit idézik. Oliver Cromwellé például azt, amikor seregei legyőzték első Károlyt a polgárháborúban. A Temze irányában a híres londoni jelkép az óratorony áll a parlament szomszédságában. Nevét a 13 tonna súlyú hatalmas harangról, a Big Benről kapta. Elhaladva a Westminster apátság mellett, ahol az angol királyokat koronázzák, a Hyde Parkot érjük el. Gyönyörű pihenőhely, ahol a város zajától távol nyugodtan élvezhetjük a simogató napsugarakat. Marble Arch-nak hívják a Hyde Park északkeleti bejáratát. Itt minden vasárnap délelőtt nagy a felhajtás, hiszen itt van a Speaker's Corner, a világon egyedülálló nyilvános szókimondó sarok. Sem a rendőrség, sem pedig más karhatalom nem szabhatja meg, hogy a magukat szónoknak kikiáltók miről beszéljenek. Itt mindenki elmondhatja a bánatát országvilág füle hallatára. A fekete humorral fűszerezett politikai kritika mindig nyitott fülekre talál. Az erősítő és a mikrofon használata nem megengedett, így bizony csak az erős torkúaknak ajánljuk ezt a próbatételt. Természetesen leggyakrabban pénzről és kamatokról folyik a szó, és ami valakinek magánügy, az másoknak komoly politikai problémát jelent. És nem marad semmim! Kivettétek az utolsó fillért is a zsebemből! Egész életemben dolgoztam, nem volt megállásom, az utolsó pillért is kivettétek a zsebemből! És ki tehet arról, hogy öreg koromra szegény lettem? A kormányzó! Nem! A fiatalok! Bizony! Egész életemben dolgoztam. Igen, a gyerekek is több zseppénzt kapnak, mint az én nyugdíjam. És miért? Mert az állami pénzeket a külföldi hitelek visszafizetésére fordítják. Bizony. Sajnos a jelenlegi bankrendszer nem működik, nem jó? Ha valaki beszeretne indítani egy kisvállalkozást, és elmegy a bankba, kér kölcsönt, és 15-20 évig nyögi a kamatokat, miért? Miért van, hogy a nagy koncerneknek, a Coca-Colának több esélye van? Csak mert nevesebb és több a pénze? Ha mindenki multimilliomos lenne, vajon kifordulna a bankokhoz hitelért? Miért nem támogatják a kis embereket is?
Miért gondolják, hogy csak oda érdemes befektetni, ahol különben is sok-sok pénz van? Csak mert így gyorsabban megfordul a pénz? Ez igaz, de mi lesz a többi emberrel? Soha, senki nem ad nekik esélyt. Csak az az 5-6 nagy vállalat ehet a tortából. Mindenki elkezdte egyszer valahol. Jó lenne, ha Erzsébet királynő is leszállna néha magas lóról, és körülnézne, hogy mi is folyik valaki az országban. Néma tiltakozásának ad hangot a speaker's corneren. Fölállítja a ládáját, rááll, és percekig nem szól semmit. Miután elhangzanak a bátortalan kérdések, hogy akar-e egyáltalán mondani valamit, visszakérdez, hogy tud-e valaki olyan témát ajánlani, amiről érdemes egyáltalán beszélni. Hagyjuk magunk mögött a speaker's cornert, de hogyan? London minden autós számára igazi rémálom, nem csak azért, mert szinte minden utcában hosszú sorok állnak, azért sem, mert a forgalom kiszámíthatatlan, és ha már elindult, gyors is, hanem azért, mert szokatlan, hogy minden fordítva történik. Ha véletlenül sikerült tilosban parkolniuk, azonnal ott terem egy rendőr, és ördögi gyorsasággal felrakja a kerékbilincset a kocsira. 50 fontot kérek, köszönöm. Ha az autót a sárga kettős záróvonal mellett hagytuk, akkor fölösleges is keresnünk, már biztos elvontatták. Kettős vonal, dupla ár, 100 font lesz. A legjobb megoldásnak az tűnik, ha az autót otthon hagyják. A rengeteg taxi majd pótolja. A londoni taxik nagyon kényelmesek, 5 személy ülhet bele, és rengeteg hely van a csomagok számára is. Bár vannak taxiállomások is, az emberek mégis egyszerűen leintik az arra haladó szabad járművet. A szállodaportások szinte mindig tudnak taxit szerezni. Néha nem is olyan könnyű hozzájutni egy kocsihoz. Lehet, hogy jobb lenne szerencsét próbálni a metróban. A Tube London leggyorsabb és legmegbízhatóbb tömegközlekedési eszköze. Hatalmas föld alatti rendszer 10 vonallal és több mint 250 megállóval. Minden vonalat más-más színnel jelölnek, és a vonalak több ponton is csatlakoznak egymáshoz. A sárga színnel jelölt útvonal a legzsúfoltabb, ez megy a belvárosba. A neve Circle Line. A metró a többi közlekedési eszközhöz viszonyítva nagyon olcsó. Ha délelőtt 9:30 után váltunk egy 3 fontos jegyet, akkor egész nap ingyen utazhatunk a metrón és a buszokon is. A szerelvények nagyon gyakran járnak, és a táblák segítségével bárki könnyen kiismerheti magát. Hosszú mozgó lépcsőkön juthatunk fel ismét a felszínre. Hé, nincs szerencséje? Miért nem száll inkább buszra?
Minden turistának ki kell próbálnia, hogy milyen egy emeletes busz tetején utazni. A buszoknak nincs kötött menetrendjük, de pár percenként indítják őket, és jönnek is rendesen, ha nem épp egy dugóban állnak más autóstársaikkal egyetemben. Jegyezzék meg London belvárosát legjobb gyalog bejárni. Ha véletlenül eltévednének, a rengeteg egyenruhás segít az eligazodásban. De gyalogosként sem árt vigyázni. Az autók mindig balról közelítenek. És aki ilyen kitartó, az végül elnyeri jutalmát. Itt is jön a várva várt taxi. Westminster Pier-től indulnak a több órás temzei hajóutak. Ha már lejárták a lábukat a belvárosban, itt a lehetőség egy kis lazításra. A hajók nem száguldoznak a vízen, nyugodtan lehet nézelődni, megfigyelni az érdekes házakat, ismerkedni Londonnal. Sokára feltűnik a híres Tower híd. A bal oldalon pedig megpillantjuk magát a Towert. Az erőd ezer évig védte a fővárost, és ma is itt őrzik az angol koronázási ékszereket. A White Tower az egyik legérdekesebb torony. Hatalmas fegyvergyűjteményt rejt magában. A testőrséget, azaz a beef eatereket, szó szerint véve a marhahúsfalókat már a kicsit átképezték. Idegenvezetőként működnek. Tőlük lehet megtudni a Tower történetét. Az erődöt hódító Vilmos építette 1078-ban. Később az ország legrettegettebb börtöne vált belőle. Napjainkban évente többször rendeznek itt mindenféle ünnepélyeket. Éppen 100 éves, és a viktoriánus kori építészet élő csodája. A híd belsejét is bárki megtekintheti. Egy személylift viszi az érdeklődőket a felső polcívekig. A híd után már a nyílt tengerre visz a Temze. A modern dokkok nagy része már közvetlenül a tengernél van. Így ritkán nyitják fel a hidat, talán csak a nagy állami ünnepeken. Kiránduló hajók természetesen átférnek alatta, így a turisták a vízről is jól szemügyre vehetik. Találjuk a St. Catherine dokkot, ami egy helyreállított kikötő. Érdekes régi hajókat láthatunk benne. Természetesen éttermek, boltok, galériák is várják az ide látogatókat. Nem hiányozhat egy jó pub sem, nehogy megártson a sok víz látványa.
Valaha a londoni kikötő volt a legnagyobb Európában, de mára a régi kikötői daruk helyett a pénzügyi központ tornyait látjuk az égre meredni. A régi hajók nyugdíjba mentek, ma Rolls-Royce-ok és Porsche-k uralják a terepet. Egy hajónak kedvezett a szerencse, a Cutty Sark még mindig virul. Egy greenwichi szárazdokban várja az érdeklődőket. Csak ennyi maradt ránk egy letűnt kor csillogásából. Ezt a klippert 1896-ban bocsájtották vízre. Az volt a megbizatása, hogy a lehető legrövidebb időn belül szállítsa Angliába a Kínából érkező tea utánpótlást. A Cutty Sark volt kora legszebb és leggyorsabb hajója ezen a tengeri kereskedelmi útvonalon. Hosszú ideig nem tudták megdönteni a gyorsasági rekordját. 363 tengeri mérföldet tett meg egy nap alatt. A Cutty Sark mellett találjuk a Királyi Tengerészeti Akadémiáját. Itt találkozik kelet és nyugat. Csillagvizsgálóján fut keresztül a nulladik hosszúsági kör. Innen számítjuk az időeltolódást is. Aki szeretne visszajutni a belvárosba, átsétálhat a Temze alatti gyalogos alagúton, vagy felülhet a gyorsvasútra. De akár a folyónál is maradhatunk, hogy megcsodáljuk a Temze gátját, a világ legnagyobb mozgatható árvízvédelmi létesítményét. A Tower Headra méltán voltak büszkék a viktoriánus kor szülöttei, de a 20. század sem marad el mögöttük ezzel a gátrendszerrel. Csak így lehet biztonságosan megvédeni a várost a mindenkori árvízveszélytől. A hatalmas zsilipkapukat mindig bezárják, ha az időjárás jelentés és a vízállás jelentés magas vízállást jósol. A kiállításon modellek segítségével követhetjük nyomon, hogy mi is történik ilyenkor. Minden fő zsilip el tud fordulni 90 fokkal, így a hajók átjuthatnak rajtuk. Ha a zsilipek zárva vannak, a víznek semmi esélye. A Temze gát igazi ünnepélyes pillanata volt, amikor 1984-ben a királynő saját kezűleg avatta fel a létesítményt. A piros szalag elvágása helyett ünnepélyesen lezárta a zsilipeket. Itt lakik a királynő, ez a Buckingham palota. Egy kedves vidékies kastély London közepén egy gyönyörű parkban. Minden hivatalos királyi ceremónia itt zajlik. Ha jó az idő, minden nap nyomon követhetjük az ünnepélyes őrségváltás részleteit. Kastély júniusban mutatja meg igazi szépségét, ekkor van ugyanis a királynő születésnapja. A téren színpompás előadás zajlik, a Trooping the Colour. Thank you.
kényelmesen elfáradtak. Itt az ideje, hogy felkeressék valamelyik kellemes parkot. Nyugodt szívvel ajánlhatjuk a St. James Parkot, amely nincs túl messze a Buckingham palotától. Ez az egyik legszebb a négy királyi park közül, és hatalmas előnye, hogy a belvárosban van. Londonban különösen sok zöldövezet tarkítja a városképet. Hatalmas parkok szakítják meg a belváros kőrengetegét, de a külső kerületek parkerdőibe is rengetegen járnak kikapcsolódni. Kew központjától nyugatra találjuk a botanikus kertet, és minden kertész elsárgul az irigységtől, ha végig sétál a növényritkaságok között. Több mint 45 ezer különböző fajtájú növény és fa él itt. Az érzékenyebbeket beköltöztetik a mindig kellemes klímájú pálmaházba. Ez a szürke és zöld busz Hampstead Heathbe viszi a kikapcsolódásra vágyókat. A 4000 hektáros parkerdő kis tavacskákkal, ligetekkel a londoniak kedvelt kirándulóhelye. És hosszú kényelmes sétákat tenni a környéken. Sok híres író és művész élt Hampsteadben. William Blake, Keats, Orwell, Galsworthy, George Bernard Shaw, hogy a teljesség igénye nélkül említsünk egy párat. Mindannyian vonzódtak a természet szépségeihez, amit itt nyugodtan élvezhettek. Több tó is található erre. Van, amelyik horgásztó, van, amelyikben fürdeni is lehet, és az egyiket csak nők látogathatják. A kutyákra senki sem gondolt. Itt Londontól távol is gondolnak a has örömeire. Az egész napos pecázás és a nagy séták bizony alaposan igénybe veszik a szervezetet. A hampsteadi pubok tártajtókkal várják az éhező, szomjazó vendégeket. Hampstead ugyan ma már London egyik kerületének számít, de azért megőrizte korábbi falusi öntudatát, így a nevében ma is ott találjuk a Village szócskát. A fő utca képe alaposan megváltozott az utóbbi években. A kisvárosi boltok ma már felveszik a versenyt a belvárosi butikokkal is. Hampstead csinos, drága negyeddé nőtt ki magát. Sok régi üzletre bukkanhatunk a mellékutcákban. A kis tarka boltok megőrizték Hampstead vidékies hangulatát. Az utcák elég szűkek Hampsteadben. Különösen annak szűkek, aki ilyen kedves kis autóval közlekedik. A mobiltelefon elmaradhatatlan kellék errefelé, akinek nincs, az sajnos nem tud a kávézóból bevásárolni. Hampstead igazi snob szűrő. A snobokat onnan lehet jól megismerni, hogy tudnak krikettezni. Pedig a krikett régen népi játék volt, a parasztok ugyanúgy űzték, mint a királyok. Mára a krikett elitjátékká vált. Mindig tartanak ebéd és teaszünetet. A világ legigazságosabb játékának tartják. A szabályok olyan bonyolultak, hogy évekig tart, mire eligazodik köztük valaki. A nemzetközi bajnokság 5 napig tart, és általában döntetlennel zárul. Az angol fociban más a helyzet, sem a tisztasága, sem az eredménye nem ilyen egyértelmű. Londonban 12 klubcsapat létezik. A Crystal Palace a legmenőbb, 1990-ben kupát is nyert. Ha egy kicsit is érdeklődik a foci iránt, mindenképpen menjen el egy meccsre. Biztos nem tudja majd kivonni magát a tömeg lelkesedése alól. Ha inkább más szórakozás után nézne, akkor irány a bevásárlás. A Carnaby Street. A Swinging Sixties-en lévő divatközpont még mindig nagyon látogatott.
Bár a régi fénye már tűnőben van, de azért ma is, mint hajdanán, sok bolondos embert látni erre. Ma az Oxford Street-en zajlik az igazi élet. Itt kezdődik a West End, és tart a Marble Arch-tól a Tottenham Court Roadig. A Bond Street, a Regent Street, a Carnaby Street déli irányból csatlakozik be. Az igazi előkelőségek áruháza, a Harrods, valamivel kijebb Knightsbridge-ben van. Az Oxford Street 2,5 kilométer hosszan csupa üzlet. A Selfridges az egyik legnagyobb áruház, nem csak gyönyörű termeivel, hanem turista információs pultjával is csalogatja a látogatókat. Híres butikok, hangszerüzletek és áruházak sorakoznak egymás mellett, csak néha szakítja meg egy-egy kisebb bolt a sort. John Lewis a jó minőségről és alacsony áráról ismert az egész világon. A Regent Street már más kategória. Az Oxford Circus-tól a Piccadilly Circusig tartó utcán a hagyomány és a minőség a legfontosabb. A Hamley például egy híres játékbolt, ahol régi stílusú dolgokat árulnak. Itt öreg és fiatal egyaránt gyermekké válik. Persze mindennek megkérik az árát, de nem kötelező vásárolni. A közeli Bond Street ad otthont az igazi elegáns üzleteknek. Erre gyakran lehet találkozni mindenféle hírességekkel. Az árakról jobb, ha nem beszélünk. Az Espriz több mint egy évszázada szállít a királyi családnak. Általában sehol sem tüntetik fel az árakat. Ha mégis érdeklődnek felőlük, ne álljuljanak el, mosolyogjanak. A Sadosbyben szinte minden nap elárvereznek valamit. Mindenki szívesen látott vendég, persze csak ha... ugye értik? A Bond Street régiségüzletei igazi kincseket kínálnak a gyűjtők számára. A Grace Market jelmondata már a legendává vált. Nálunk mindenki megtalálja, amit keres, de ha mégse, akkor talál valami mást. Minden osztálynak megvan a maga specialitása. Biztos akad olyasmi, amire feltétlenül le kell csapni. Nem olcsó, de a tárgyak biztosan eredetiek. Zöld zacskó, arany felirat, egyértelmű, Harrods. London legnagyobb luxusáruházáról van szó, ahová időnként még a királynő is benéz. Még nem hívták Harrodsnak, amikor 1841-ben Charles Dickens a következőket írta róla. Csodálatos, tele ritkaságokkal, nippekkel és apró emlékekkel. Pont az volt, aminek a maga idejében lennie kellett. Itt mindig mindent lehet kapni. Sok gyönyörű szuvenír talál itt gazdára. Ritkaságokat kínálnak a Camden Lucky Bolha piacon is. Kellemes kikapcsolódás egy szép délelőtt kilátogatni ide, és végigböngészni az ajánlatot. Sok különleges ruhára bukkanhatunk itt, és ha akarunk, vásárolhatunk is. A napi piacok nem ilyen nyugodtak, hangosak, tarkák és pergő ritmusúak. A legtöbb kerületnek saját piaca van, és ezeket látogatva derül ki, hogy a több ezer igazi londoni, távol-keleti, afrikai vagy dél-amerikai családból származik. London lassan, de biztosan halad a multikulturális társadalommá válás útján. A bevándorlók megtarthatják otthonról hozott szokásaikat, de mivel itt élnek, mégis angolnak számítanak. Thank you.
londoni kínaiak zárt egységet alkotnak. A Leicester Square-től északra találjuk a kínai negyedet. A kerület főutcája a Gerrard Street. Itt sok olcsó kínai étterem várja a vendégeket. Ha ebédelni szeretnének, ide nyugodtan ellátogathatnak. Néhány kínai, főleg az állatkertben, szereti a nyers kosztot. Az angolok inkább a sülteket részesítik előnyben. Az angol kávézók általában elég olcsók, sokat és finomat adnak. Természetesen mindenhez jár egy kis chips is. Mit szólnának egy helyi specialitáshoz? Az itteniek liquid lunchnek nevezik, mi folyékony kenyérként ismerjük. A pubokban a sörön kívül ebédidőben lehet szendvicseket és egyszerűbb meleg ételeket is enni. Aki arra vár, hogy a pincér az asztalhoz jöjjön, az akár éhen is halhat. Londonban a pultnál kell rendelni és fizetni is. Jobb, ha nem aprózzák el a dolgot, rendeljenek rögtön egy egész kört. Whitehallban, a Metropolitan Police régi épületétől alig egy saroknyira bukkantunk a Sherlock Holmes pubra. Nagyon jól főznek, és az adagok elég kiadósak. A kocsmát teleaggatták Conan Doyle a híres nyomozó relikviáival. Az első emeleten az étterem mellett a rekonstruált dolgozószobát láthatjuk. Ha jól beebédeltünk, itt az ideje, hogy szellemi táplálék után nézzünk. Keressünk fel néhány múzeumot és galériát. A Sherlock Holmes-tól csak egy ugrás a Nemzeti Galéria. Mindig rengeteg látogatója van, mert itt minden stílus irányzat, minden kor képviselteti magát. Mellette találjuk a Nemzeti Portrégyűjteményt, egyedülálló a maga nemében. A Wallace gyűjtemény a világ legnagyobb magánkiállítása, a hét mindennapján nyitva van. Főleg 18. századi képeiről és bútorairól vált híressé. A galéria csendes hely. Nyugodtan tanulmányozhatjuk a képeket. Rengeteg romantikus festményt csodálhatunk meg. Neogótika? Igen. Katedrális? Nem. Ez a Természettudományi Múzeum. Dale Kensington egyik múzeuma a három közül. A belvárosban szinte már teljesen eltűnt a régi római fal maradványa. Csak két nagyobb darab maradt meg. Az egyik a Tower közelében, a másik pedig a London Múzeum mellett. Ez a múzeum azok számára lehet érdekes, akik többet szeretnének tudni London történetéről. Több részben mutatja be London történelmét a római kortól napjainkig. Tessék, itt a White Tower. Vagy a cromwelli hadsereg egy melvértje és sisakja, amit a katonák a polgárháborúban viseltek. Vagy a régi London Bridge, amin William Shakespeare mindannyiszor átkelt, ahányszor benézett a színházba. A 16. században még nem számított ismert színésznek, a déli parton játszott kisebb színházakban. Ott voltak a népszínházak. Ezeknek ma sincs párjuk. 1599-ben határozott úgy Shakespeare, hogy saját színházat nyit. Összeszedett 80 fontot, ami akkoriban nagyon sok pénznek számított, és befektetése eredményeképpen létrehozta a Globe színházat. A 1613-ban sajnos teljesen leégett a fából készült épület.
A példán okulva napjainkban létrehoztak egy alapítványt, a Globe Projectet, ami a színház újbóli felépítését hivatott elősegíteni. Rengeteg híres színész és művész segíti az alapítvány munkáját, többek között a hollywoodi Michael Caine is. Létrejött egy alapítvány, ami azt hivatott segíteni, hogy felépülhessen Shakespeare színháza. Az új Globe Nemzetközi Döntőbizottság segíti a munkájukat. A Globe Project fővédnöke Philip Herzeg, aki díszvendégként az alapkőlerakásnál is jelen volt. Ha majd egyszer az új színházban felmegy a függöny, olyan népszínházat látnak a nézők, amire Shakespeare is büszke volna. Ugye milyen élethű? És ő is. Pedig viaszból vannak. Madame Tussaud panoptikumában járunk. Viasz vagy nem viasz, ez itt a kérdés. A panoptikum vezeti a londoni látnivalók sorát. Mikor 1802-ben a madámnak el kellett hagyni a Franciaországot a viaszbábúival együtt, itt alapított új múzeumot magának. Idegzetűeknek nem ajánlott. A szellemvasút. Az éj sötét leple alatt a krimi történelem legkegyetlenebb gyilkosai lesnek ránk. Hasfelmetsző Jack épp kését élezi. Jobb lesz visszatérni a valós világba, Notting Hillbe. Augusztus utolsó hétvégén tartják az indiai karnevált, és ma már az ősi angol családok sarjai is együtt rázzák a feneküket a vérpesdítő ritmusokra. Egy Charlie Chaplin utánzó a Leicester Square-en. A londoni utca szívesen ad otthont mindenféle közönség szórakoztató mutatványnak. És nem csak a turisták adományai töltik meg a kalapokat. Van itt még egy különleges szórakozási lehetőség, a mechanikus kabaré. A mechanikus kabaréban egy fontért bárki láthat táncoló babákat. Közeli kocsmákban és a Covent Garden kávézóban más örömök várják a vendéget. A régi virágpiac helyén ma régiség, textil és művészeti kellékeket áruló boltok kaptak helyet. Az árak természetesen nem alacsonyak. A Covent Garden egy kis sziget a nagyváros forgatagában. Sikerült megtartani a természetes báját, nyugodtabb tempóját. Teaidőben nem találni szabad helyet a kerthelyiségekben. Itt sem hiányoznak az utcai muzsikusok és a mutatványosok. Oh, God.
Lassan nem árt elgondolkodni rajta, hogy mivel szeretnék tölteni az estét. Mielőtt lepihennének a szállodában, ugorjanak el a jegybárkához a Leicester Square-re. Az aznapi előadásokra féláron adják a jegyeket. Az is jó megoldás, ha beszereznek egy programfüzetet, például a Watson-t, vagy a City Limits-et, vagy a Time Out-ot. Nem csak a színházi prémierek, kiállítások és kulturális programok kaptak helyet ezekben a füzetekben, hanem a rockkoncertek is. New York után Londonban rendezik a legtöbb pop és rockkoncertet. Minden este játszik valahol valaki. A sötétség beköszöntével London egy forrongó üsté válik, neonszínekkel, zenefoszlányokkal és izgalmas szagokkal. Ekkor mutatja meg a város a másik arcát. A belvárosban 40 színházat számoltunk meg, főleg a Piccadillyn és a Charlesbury Avenue-n. De a színházakon kívül rengeteg kocsma, diszkó, koncertterem várja a szórakozni vágyókat. A Szent Martinban évtizedek óta Agatha Christie egérfogóját játsszák. A világon egyedülálló, hogy egy darabot ilyen hosszú ideig ne vegyenek le a műsorról. Több mint 15 ezer előadását látták már ezek a falak. A darab premierje Nottinghamben volt 1952-ben. A nagy sikerre való tekintettel Londonban is bemutatták, és ma is telt házak előtt játsszák. Tisztelik a színházi hagyományokat. Shakespeare idejében még a déli parton állt a színházok többsége. A 19. századtól a West Endre tevődött át a hangsúly. A királyi operának is megvannak a maga hagyományai. Világhírű operaénekesek lépnek fel itt, és a folyosókon, a nézőtéren megeshet, hogy egy volt miniszterelnökkel fut össze az ember. Mi például James Callaghan-nel találkoztunk. A déli parton található a Royal Festival Hall, egy hatalmas színház és koncertterem komplexum. A londoniak erősen bírálták a terveket az építkezés megkezdése előtt, de mióta az épület az akusztikája miatt világhírre tett szert, a legkitartóbb kritikusok is elcsendesedtek. A kamarazenekarok koncertjeire épp úgy nem lehet jegyet kapni, mint a királyi filharmonikusok koncertjére. Sajnos csak az juthat be ide, akinek vagy nagyon jó ismerettségei vannak, vagy maga is a londoni előkelőségek csoportjához tartozik. Az éttermek is olyan sokszínűek és tarkák, mint London népessége. A hagyományos brit konyhára nem érdemes sok szót pazarolnunk, bár azt mondják, hogy valamivel azért jobb, mint a híre. Természetesen hal sült krumplival. Mindenhol ez a kínálat, de azért akad más is. Sokkal érdekesebbek, olcsóbbak és finomabbak a nemzetközi éttermek. Mindenek előtt az indiai és a pakisztáni tandoori éttermet ajánljuk a figyelmükbe. Itt aztán van curry minden mennyiségben. Forró és langyos, de borzasztóan erős. Ha a gyomruk nem viseli el az indiai konyha erős fűszereit, jó lesz megkóstolni a lassit, a nemzeti tejitalt, ami aludtejből készül. Előételnek ajánljuk a tamózát, a kis zöldséges vagy húsos táskákat. Vigyázzanak a mellé felszolgált ártalmatlannak látszó szósszal. A
A főételeket általában marhából, birkából vagy baromfiból készítik. Indiában különben területenként változóak a főzési szokások. Goa környékén inkább a lágyabb ízű ételeket kedvelik, északon pedig minden szörnyű erős. A desszertekhez azonban mindenhol kitűnően értenek. A tandoori éttermekben nem szolgálnak fel alkoholt, itt és most lehet pótolni azt, ami elmaradt. A Fleet Street-i Cheshire Cheese-ben egy furcsa vendéggel találkozhatunk, Pollyval, a kitömött papagájjal, amely Victoria királynő korában élt. Gyakran vett részt fogadásokon, és előszeretettel gyalázta a vendégeket, többek között a miniszterelnököt is. Hihetetlen, mindjárt 11 óra. 11-kor leterítik egy ruhával a sörcsapot, és nincs több kiszolgálás. De a diszkók és a klubok azért még nyitva vannak. Londonban mindenfajta zene megtalálható. És ha most egy üveg sörrel a kezükben arra gondolnak, hogy mennyi mindent nem láttak még Londonból, igazuk van, de ne felejtsék el, holnap is lesz egy nap. Kertész Péter. A magyar változat a Vipart Kft. Megbízásából a Sington stúdióban készült. Forgalmazza a Vipart Kft. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő.